Üdvözlöm a kedves nézőket! Örvendek az újabb találkozásnak! Szaladt a torka, muszáj kortyot inni. Egy olyan receptet fogok önöknek most elmondani, ami nem olyan rég született. Kiránduláson voltunk a Hargitán, és rengeteg gomba volt. És hogy ne legyen unalmas, mindig csak paprikás, meg sűrgomba, hát legyen egy leves is. És a leves, hát legyen tárkonyos leves, ha már tudunk csinálni passzújjal, bárányjal, tárkonyos leves, miért ne csinálhatnánk gombával is. Na, a hozzávalók a következők. Kezdjük mindjárt a hagyma, murok, petrezselyem, gomba, olaj, tejföl, kevés liszt, paprika, só, kevés cukor, tárkony. A tojás az később jön. Akkor kezdjük nyer a gombával. Szépen felvágjuk. Gombából elé is tegyük a hagymát. Ez is elég lesz itt. Vegyük el a zöldséget. Na és mostan elkezdjük a bográsba a leves főzését. Előbb betesszük az olajat. Na most beletesszük a zöldséget, a hagymát. Ezt most üvegesre pirítjuk. Ha megpirult, aztán tesszük bele a gombát. Úgy néz ki, hogy eléggé megüvegesedett a zöldség és a hagyma. Most már behúzhatom a gombát is. A gombával is összemelegedtek egy kicsit, és most jöhet a paprika és a liszt. És most felöntjük vízzel. És ízlés szerint sózzuk. Hagyjuk felfőzni, közben megvághatjuk a tárkonyt. A tárkonnyal nem szabad sokat főzni, mert a tárkony, ha sokat főzik, elveszti az erejét. Hagyjuk főni, és közben elkészítjük a betétet, a séberlit. A séberli egy szász eredetű étel.
tulajdonképpen tojásból áll, kevés lisztből, bors, só, és sütünk belőle egy kupos sántottát. Na, tegyünk bele egy kicsi borst. És most mindkét oldalát megpirítjuk. Ezzel is készült, a levesünk is azóta már megfőtt, tálalhatunk. Ebbe még szórunk egy kevés séberlit. Ezzel elkészült a finom tárkonyos levesünk. Jó étvágyat! És jó találkozást!